Nagyon jó, alakul ez, alakul ez. Még valaki? Gyakorlatilag szinte mindenről beszéltünk ma, beszéltetek, és ez nagyon jó, amit mára kitűztünk, kövérségeket. Egyetlen egy dolog, amit egy kicsit részletesebben kell említenünk, mert eddig nem beszéltetek róla, ez pedig az országgyűlési irodaházból való kitiltási ügy. Amikor is bement néhány ember egy összejövetelre, majd Kövér László indoklás nélkül kitiltotta őket, és ők ezen kicsit felháborodtak, véleményt nyilvánítottak, és ezt a véleménynyilvánítást kriminalizálja az 5. kerületi rendőrkapitányság. A kifogásunkat és a vallomásunkat sem vette figyelembe, a videófelvételeket sem vette figyelemre, és ugye megkaptuk, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság szabálysértési osztálya fogja tárgyalni ezt az ügyet. Nem jött? Tehát ő fogja tárgyalni majd ezt az ügyet, és ezen fogunk majd tovább menni. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan beszéltetek. Sorba ugye Anita arról, hogy a harcot nem hagyjuk, sőt fokozni fogjuk. Bármilyen ármányt és bármit is tesznek ellenünk. A Zsuzsi ugye beszélt a petíciótól, hogy bizony így kell ezt csinálni, politikusok, saját sírotokat ássátok, csináljátok még tovább, és majd akkor egyre több ember felháborodik. A Krisztián a sokkolta magára nézve. Ugye a Laci pedig ugyanezt mondta, mint Zsuzsi, hogy gyerünk kilakoltatni, próbáljátok meg, majd jól megvédjük magunkat, és akkor média és a nép is mellettünk lesz. Ugye a Marika pedig megmondta Kerekperec, hogy semmit ne fizessenek az emberek, és amikor esetleg eljönne az az idő, hogy hozzámennek, akkor ott kőkövön nem marad. Ilyen nem lesz egyébként, én abban biztos vagyok, hogy bőven elég, ha tudják, hogy képesek vagyunk rá, és ezt elhiszik, akkor már oda se fognak jönni. Tehát mindenkinek ezt mondom, hogy legyen elszánt, és mutassa meg, hogy ő bármire képes, akár arra is, amit Ferdinánd mondott, hogy az ekével hajlandó bemenni a bankba, tehát megmutatni azt, hogy mi nem hátrafele megyünk, hanem előre. Minél nagyobb az ellenállás, annál erősebbek leszünk. Mert tudjuk, hogy az igazság velünk van. Én ennyit szerettem volna. Köszönöm a részvételt, innentől mozgalmi találkozó. A rendőrségnek köszönjük szépen a rendezvény biztosítását. A Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság megmutatta azt, hogy egy alapvető jog gyakorlása nem korlátozható. Köszönet a Pest megyei rendőrkapitányságnak is, és ezeknek a vezetőiknek is, így kell ezt egész országba tenni. Bizony, egy közterület az akkor is közterület, hogyha egy politikus lakik a közelében. Úgyhogy le a kalappal, így tovább Szigetszentmiklós, így tovább Pest megye. Bizony, vannak helyek, ahol példát vehetnek róla, akár Bucsek Gábor is, akit ugye valamelyik nap éppen feljelentettem emiatt, mert korlátozni próbált alapvető szabadságjogokat, ezt nem teheti meg Magyarországon senki, és én nagyon örülök neki, hogy vannak olyan rendőrök, akik nem teszik meg. Köszönjük szépen, elpakolunk, és akkor megyünk.